Rendhagyó volt az idei Semmelweis napi ünnepség a kanizsai alapellátásnál. A megemlékezés mellett ugyanis a búcsúról szólt az esemény, hiszen a kormány határozata szerint július 1-től a területi védőnök nem a Nagykanizsai Egészségügyi Alapellátási Intézmény, hanem az Zala vármegyei Szent Rafael Kórház dolgozói lesznek. Tisztelgés a múlt előtt és elismerés a szakmában dolgozóknak, a háziorvosoknak, a védőnőknek. Ezt a célt szolgálja minden esztendőben az alapellátás Semmelweis napi ünnepsége. Stimecné György Bernadett úgy fogalmazott, az elmúlt három esztendő kihívásokkal teli volt, így a kollégák megérdemlik azt, hogy kicsit megállva elismerjék munkásságukat. A kanizsai intézmény vezetője elmondta, fájdalmas a búcsúzás a védőnőktől. Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy szerencsés megbontani az alapellátás egységét, de hát várhatóan majd a többi szolgálat is követni fogja, ugyanis már terben van az iskola egészségügy átadása is, illetve hát ugye az ügyelet átadása is. Hát mi szerettük a védőnöket, és nem akartunk megválni tőlük. A Semmelweis Ignác nevével fémjelzett ünnepségen Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő méltatta az alapellátásban dolgozók munkáját, egyúttal megköszönve nekik a Covid időszak küzdelmes tevékenységét. Az, hogy ez egy két-két és fél éves nagyon-nagyon komoly kutatás és munka eredményeképpen mérséklődve már nem jelent közvetlen veszély tömegekre, ez az önök munkájának, vagy azon rokon szakmák munkájának köszönhető, amit orvoslásnak nevezünk. Az ünnepségen számos emléklapot és elismerő oklevelet adtak át a több évtizedes, kimagasló munkát végző alapellátásban dolgozó kollégáknak.